Ismét szigorított Magyarország kormánya. Így többek között Bátaszéken is március 8-ától bezárnak az óvodák, és az általános iskolák a középiskolákhoz hasonlóan digitális tanrendre állnak át április 7-éig. Az előbb említett intézményekben azonban lesz lehetőség gyermekfelügyeletre. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az üzleteket be kell zárni. Kivételt jelentenek ez alól az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és termelői piac. Valóban, ugye csütörtöki bejelentést követően pénteken, szombaton, sőt vasárnap is jelentek meg a megszorítással kapcsolatban szabályok, amelyik érintik a mindennapi életünket. Ugye alapvetően az a döntés született, hogy a nevelési-oktatási intézményeknél rendkívüli szünet került elrendelésre, az a mi esetünkben ugye a városóvoda, illetve az általános iskola érintett ebben a kérdésben, és a legutolsó módosítás alapján a rendkívüli szünet alatt azért gyermekfelügyelet biztosítására van lehetőség. Az óvodában ezzel élünk is, tehát az a szülő, aki munkai elfoglaltsága vagy egyéb halaszthatatlan dolga miatt nem tudja a gyermekfelügyeletét otthon megoldani, az természetesen igénybe tudja venni az óvodának ezt a fajta szolgáltatását. Fontos, a mindennapi életünkben fontos, hogy a maszk használat most már minden településen, egy városunkban is, minden közterületen kötelező, tehát kérek mindenkit, hogy amikor kilép az utcára, akkor legyen rajta az arcot eltakaró maszk. A közigazgatás is átalakul egy kicsit annak a működése, hiszen a mai naptól mi is átállunk egy otthoni munkavégzésre. A mai nap el fogjuk dönteni a vezetői értekezleten, hogy ez hogyan fog gyakorlatban zajlani. Szeretnénk természetesen az ügyfelek számára továbbiakban is az ügyintézést biztosítani. Meg fogjuk találni azt a módszert, hogy azért ne álljon le teljes egészében az ügyintézés itt a városunk területén. Tényleg arra kérek mindenkit, hogy tanulmányozza egyrészt azokat a jogszabályokat, amik az elkövetkezendő két hétre, sőt egy hónapra az életünket befolyásolja, és lehetőség szerint maximálisan tartsa be, mert így tudunk egymás egészségére és természetesen a saját egészségünkre legjobban vigyázni. Bátaszék város vezetője a koronavírus elleni vakcina fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. Úgy véli, a tömeges oltások megkezdése lehet a kulcsa a korlátozások feloldásának. Azt gondolom, hogy ez biztos egyfajta segítség ahhoz, hogy ezen a víruson úrrá tudjunk lenni. Hatékony segítség természetesen, hogy minél többen regisztrálnak és minél többen veszik igénybe az oltást. Lehet, hogy egy kicsit szigorúbb intézkedésekre lett volna szükség annak érdekében, hogy a hatékonyságot lehessen növelni. Jelen pillanatban ez a döntés, ehhez kell alkalmazkodjunk, ezt kell végrehajtsuk. Jelen pillanatban az ütemezett oltás időszaka van az oltási stratégia szerint, ami azt jelenti, hogy még mindig a legidősebb, illetve a krónikus betegséggel szenvedők oltása történik. A tömeges oltásra még egy kicsit várni kell. Bátaszéken az elmúlt héten ezek a százalékos mértékben azt jelentették, hogy a 18 és 59 év közöttiek közel 3%-a került beoltásra, az 59 felettiek pedig 16%-a került beoltásra. Pontosan a múlt heti adatok még nincsenek feldolgozva, nagyon bízunk benne, hogy ez azért most már megduplázódott, és ha ez ilyen ütemben tud zajlani, és a tömeges oltást is el lehet majd kezdeni, bízunk benne, hogy minél hamarabb ezeknek a megszorításokra, vagy ezekre a megszorításokra már nem lesz szükség.